Szevasztok, Rikári vloggal végre újra jelentkezem. Hát végre újra több felvételt megcsináltam, és most jelentkezem először, sok idő után, hosszú idő után, sör vloggal, méghozzá commerce sör vloggal. Ezt a körülmények indokolják, mindjárt ki fogom fejteni. Egyébként nem akarom hosszúra nyújtani ezt az egészet, csak először pattintok. És el szeretném mondani nektek a köszönetemet, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien feliratkoztok. Ennyien feliratkoztok annak ellenére is, hogy az utóbbi több mint egy hónapban gyakorlatilag nincs tartalom, nem tudtam tartalmat gyártani. Ennek objektív okai vannak, ezt az előző kávévlogomban ki is fejtettem. Ugye ez a napi 3 óra BKV-zás plusz 8,5 óra munka, ez gyakorlatilag az egész napomat kiteszi. Annyi időm van, hogy egy-két sört megígyak este, meg valamit kajáljak, aztán másnap kezdődik minden előről, délbe fölkelek, stb. De nem akarom sajnáltatni magam, tehát ne erről szóljon ez a történet, mert tényleg azt akarom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, nagyon szépen köszönöm az előre belém vetett bizalmat. Én tudom, hogy ez minek szól, ez annak szól. Hát egyrészt köszönhetem Kuhár Bencének is, aki ugye bereklámozta a csatornámat, vagy közös projektet csináltunk, és ezáltal bereklámozódott. De köszönhetem annak is, hogy ugye ezt a Mobius Minit, az első normálisabb felbontású, normálisabb képminőségű kamerámat megvettem, és nem sokkal később elkezdtem olyan, tehát az előtte valóhoz képest olyan relatíve, tehát nem fogom én minősíteni a saját izémet, az előzőhöz képest minőségibb tartalmakat gyártani, és van egy bizonyos igényesség, amit úgy olyan szeptember-október hónapban sikerült tartani, és ilyen videókat előállítani. Én úgy gondolom, hogy ti ezekre iratkoztok föl. Ha nem így van, akkor írjátok ide le a komment szekcióba, hogy nem azok a minőségi videók érdekelnek, amikor előre utána nézek a dolgoknak, meg komolyan földolgozok témákat, és kimegyek a helyszínre, és felveszem, és stb. Akár Bencével, akár egyedül, mint például mondjuk, mit tudom én, a Nagy Tétényi videó, ahol Bencével, meg Bimbivel voltam, vagy a Burma videó, ahol csak Bencével voltam. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a feliratkozások ennek szólnak, ezeknek a relatíve minőségibb tartalmaknak a korábbiakhoz képest, és úgy látszik, ezek kitartanak, és úgy látszik, ezeknek van létjogosultsága. Ne haragudjatok, hogy most ilyet nem tudok gyártani. Ezt mondom, a múltkori kávévlogban elmondtam, hogy miért. Nem akarom ismételni magamat. Nehéz helyzetben vagyok, de jövő héten már indul az autó. Jövő héten megyek a szervizbe. Ugye, amikor ez a probléma történt, akkor hirtelen nem volt pénzem. Most meg már van. Csak már most nem működik a szerviz, mert ugye két ünnep között vagyunk, tehát jövő héten, ha minden igaz, indul az autó, és azt sem rejtem véka alá, hogy szerintem már mondtam videóba, vagy nem mondtam, munkát keresek szakmámban, én igazából közlekedésmérnök vagyok, és nem a szakmámban dolgozom, és vannak nagyon biztató jelek, mert a mostani helyemen én nem látom a jövőmet, sőt ez olyan szinten leterheli az agyamat, hogy semmilyen magánéleti dologra nincsen energiám és időm, többek között a videózásra sem. Úgyhogy köszönöm a támogatásokat, még ha csak átvitt értelemben jöttek is, tehát én támogatásnak érzékelem a feliratkozó szám növekedését, és rá fogok szolgálni, rövidesen, még nem tudom nektek megígérni, hogy mikor új munkahelyen fogok kezdeni,
azt meg tudom ígérni, hogy mikor jövő héten már lesz autóm, amikor már ezen a munkahelyen is több szabadidőm lesz, tehát nem fogok napi 3 órát BKV-zni, és hát jöhetnek majd a dolgok. Igen, Kuhár Bence kihívott, meg is csináltam a villamos kihívást, de nem tudtam feltölteni, aznap éppen ráértem, szabadnapos voltam, csak a feltöltés ideje elment a Windows frissítés, a több órán keresztül frissített, mire felfrissült, addigra már késő este volt, én félig be voltam rúgva, és álmos voltam, másnap mennem kellett dolgozni, inkább lefeküdtem aludni, nem került feltöltésre, nem került megvágásra. Most Bence, neked szólok, elfogadom a busz kihívást, azt is elmondom, hogy nem néztem végig a videódat szándékosan, a címből láttam, hogy miről van szó, az elejét megnéztem, és tudtam, hogy engem is ki fogsz hívni, oda tekertem a végére, ahol engem is kihívsz, és azért nem néztem végig, hogy ne lássam, hogy te milyen útvonalon hogyan csináltad meg. Tehát ez, amit te most kiírtál, ez rohadt kacifántos. Tehát az, hogy buszkihívás, Kőbánya, Kispest, Ecseri út, jó, meg lehet csinálni, egy órán belül szerintem oda lehet érni, elindulok Kispestről mondjuk a 148-assal, és átszállok valamelyik olyan járatra, ami arra fele megy, nem tudom, 189-es, hogy milyen megy ott, tehát az egy kicsit ezért, de az, hogy beletetted azt a 3 megálló trolibuszt, hát az a trolibuszok az egész másik irányba járnak. Úgyhogy az egy rohadt nehéz dolog lesz, azt nem fogom hónap után megcsinálni, tehát az lehet, hogy hónapok kellenek hozzá, mire erre reagálok. Mondom, a villamost is megcsináltam, csak nem volt időm megvágni. No és... A következő... Ja, és fenntartom a jogot magamnak, Bence, bocsáss meg, hogy a trolibusz kihívást azt én csináljam, és én szabjam a feltételeket. Tehát azért ezek a villamos kihívás is elég extrém útvonal volt, meg a busz kihívás is, az nem lett volna egy extrém útvonal, mondjuk nekem kiesik, de extrém útvonal azzal, hogy még trolibusszal is kell menni. Tehát ott nem jár trolibusz, akkor hova kell elmenni, hogy trolibusz is legyen, és csak busszal menjünk. Tehát ez azért, hát, na mindegy, elfogadom a kihívást, és meg fogom csinálni, csak át kell gondolni. Na kérlek szépen benneteket, Kuhár Bencére reflektáltunk, most magunkra fogunk reflektálni, látjátok a bögrét, Rikári van rajta, és ha megmutatom a másik oldalát, amit még nem láttatok, lehet, hogy rá is közelítek, Rikári vlog. Na most ez nem egy ilyen izé, hát 200 valahány feliratkozóra nem szoktak az emberek bögrét gyártani, én viszont ezt karácsonyra kaptam. Karácsonyra kaptam leghűségesebb nézőimtől, leghűségesebb nézőim nagynénémék, ugye rokonaim, és hát ők legyártották nekem ezt az izét egy példányban. Úgyhogy nagyon jó, én nagyon örültem neki, tehát én egyébként most bevallom őszintén, hogy idén nem karácsonyoztam, senkihez nem mentem el, anyukámhoz se, nagymamámhoz se, testvéremhez se, testvéreimhez se, és objektív okokból, mert nem, és ők meglátogattak egyedül, tehát ők erre jártak, beugrottak, és átadták az ajándékot, amit másnak, na mindegy, és amit nekem szántak, és hát ők egy személyre szóló dolgot gyártottak nekem, vagy gyártattak. Ezúton is köszönöm nekik, sziasztok, köszönöm az ajándékot, tehát ilyet senki mástól, meg ilyet én is tudnék senki másnak, már hogy ilyen
hozzáméltó ajándékot, tehát ennyi. Úgyhogy ezek a hírek, hölgyek és urak, mit mondjak még? Ha ez a kérdés felmerül, hogy mit mondjak még, akkor kell befejezni. Én úgy gondolom, hogy folytatás következik. Úgy gondolom, hogy nem egy héten belül, hanem egy olyan kb. 2-3 hét múlva. Úgyhogy eddig is türelmeteket kérem, eddig is türelmesek voltatok, mert tényleg annak ellenére jöttek a feliratkozások, hogy nem volt új tartalom. Akármit nem adok ki a kezemből, jó, egy ilyen sörlók belefér, de nem ez a szint nálam. Tehát ez csak egy olyan életjel. Úgyhogy életjelet adtam magamról azoknak, akik követnek már egy ideje, és a többieknek pedig ígérem, hogy lesz folytatás. Meg hát a nem többieknek is, tehát akik eddig is. No, nem húzom tovább. Ja, illetve még egy dolog. Milyen póló van rajtam? Várjatok, ezt nem tudom mennyire látszik. Ez az Inni kell póló, a Nike Inni kell. Nem tudom, hogy hogy látszik. Remélem, hogy igen. Ezt a Tibi atya kocsmájába, a Humbát művekbe vettem. És rám kicsit kicsi, tehát így most jó, hogy itt ülök az asztalnál, és nincs alatta csak egy atléta, nem, még egy atléta cikó sincs alatta, így jó rám, XL-es, de izé, de amúgy, ha alá öltözök, akkor kicsi rám. Úgyhogy ezt az Inni kell pólót, én úgy döntöttem, hogy a kedvenc, első körben elküldöm a kedvenc videósomnak, Bartosnak, Bartos Csaba Istvánnak, ő ugye iszik eleget ahhoz, hogy Inni kell pólóba üljön, tehát én azt hiszem, hogy ez rá vonatkozik, rám kicsit kicsi, tudom, hogy a Bartos kisebb, mint én, már termetileg, gondolatilag, meg aztán az vitatható, abban nem menjünk bele, úgyhogy Bartosnak el fogom ezt küldeni, állítólag lehet már neki csomagot küldeni, amit mindjárt utána fogok nézni, illetve részben már utána is néztem, csak még nincs minden információ a birtokomban, úgyhogy lehet, hogy Bartosnál is fogjátok látni ugyanezt a pólót. Én nagyon merem remélni, hogy igen, én meg majd egyszer elmegyek a Humbák művekbe, azt veszek egy másikat, tehát egyen nagyobbat, egy XXXL-est, és az jó lesz rám. Én nem gondoltam, hogy ekkora vagyok, de hát ez van. Na, hölgyeim és uraim, nem húzom tovább, hosszú a este, és rövid a reakció, nem tudom, mit mondjak, hülyeséget beszélek, úgyhogy inkább befejezem, szevasztok!